Az ember természetes lény a természetből való. Egyáltalán nincs szüksége arra, hogy bármilyen más életformát éljen, mint például a gépekét. Tehát nem jó az, hogyha a gépek elhatalmasodnak fölöttünk, és elvesztődik a természetességünk. Ne felejtsük el, hogy a gépeket mi alkottuk, és minden alkotó csak butábbat tud alkotni saját magánál, és ez örökre így is fog maradni. Attól függetlenül, hogy a butább is legyőzheti a okosabbat, Attól függetlenül megmarad az, hogy a butább az butább, az okosabb, okosabb. A természetes intelligenciának a bonyolultságát egy gép intelligenciája nem fogja elérni, akkor sem, hogyha az az ember számára, mint egyet számára egyáltalán nem érthető, olyan bonyolultsággal rendelkezik már most. Meg kell érteni, hogy az emberi gondolkodás is a természet intelligenciájára épül, az más kérdés, hogy jelenleg teljesen másképp gondolkodunk, és ez a gondolkodás, amit ma csinálunk, az elfedi az ősi gondolkodásmódunkat, nem az ősember gondolkodásmódját, hanem az eredeti gondolkodásmódunkat. Az eredeti gondolkodásmódunk nem ez a lineáris gondolkodás, amit most megélünk ma, hogy mindennek oka van és ok okozatként történik valami, hanem az emberi gondolkodás és így a természetes gondolkodás az inkább asszociatív tud lenni. Olyan, mit, amit a művészek szoktak megjeleníteni. Nem azt mondom, hogy hogy sokkal konkrétabb, egy művészi gondolat, mint egy konkrét ok okozati gondolat, tehát egy logikus gondolat, hanem az, hogy van a gondolkodásnak ez a módja is, meg az, és mind a kettőt használni kell, éppen azt akkor, amikor éppen arra szükség van. Egy egészségesen gondolkodó embernek ezzel nincsen problémája. Tulajdonképpen tud. Ebben és abban a gondolkodásmódban is működni. A természetes intelligenciát viszont fejlesztenünk kell, hiszen fejlesztjük a logikus gondolkodásunkat, viszont ezt nem. Természetes intelligencián azt értjük, ami a természetből való, tehát az azt jelenti, hogy nem csak egyedül vagy, hanem mint civilizációs problémát nézzük a gondolkodást, tehát együtt gondolkodunk többen, együtt cselekszünk. Nagyon nehéz ezt most egy logikusan gondolkodó embernek megérteni, hogy mit jelent ez. A lényeg az, hogy kell tenni bizonyos kísérleteket arra, hogy megérthesse mindenki hogy milyen értékeket rejt a természetes intelligencia. Ez nem idegen dolog, hanem ez a miénk. Az idegen dolog a logikus gondolkodás. Csak a logikus gondolkodás a hétköznapokban segítségünkre van, éppen azért, mert le van butítva az életünk, és le van sarkítva bizonyos dolgokra, adnak nekünk egy okot, amit követnünk kell, és mert követünk, ezért ennek lesz egy okozata, és ebben haladunk tovább, és innentől ki vagyunk rántva a természetes gondolkodásból. Természetes gondolkodásban nem konkrét okokra fogunk okozatot teremteni. A természetes gondolkodásnál van egy cél, és a célnak az atmoszféráját fogjuk megteremteni, tehát sokkal több információt fog tartalmazni, mint a logikus gondolkodás. Ez természetesen azzal a fáradtságos metódussal jár, hogy nem kapsz mindig mint a logikus gondolkodásban egy konkrét fix pontot, ahol te megnyugszol, hanem mindig haladsz, és ebben a mindig haladásban nem tudod kijelenteni minden egyes pillanatban, hogy te már sikeres vagy, hogy te már haladsz, hogy te már itt tartasz, hanem csak haladsz, és egyszer csak van egy eredményed. Folyamatban történik. Ez az egész, tehát a természetes intelligenciának az alap lényege az a folyamatosság. És nem kell szekvenciálisan, pillanatról pillanatra megnézni azt, hogy mi történik. A természetes intelligenciát tehát fejleszthető. Leginkább a mozgás által, mert a mozgásunkban tudunk olyan változásokat létrehozni, amelyben kikapcsolhatjuk a gondolkodásunkat, a logikus gondolkodásunkat. Nem kell törekednünk valamilyen logikusan mindenképpen elérendő eredményre, hanem hagyhatjuk magunkat, hogy egy folyamaton keresztül haladjunk, és egyszer csak beérkezünk egy eredménybe, amelyet felismerünk, hogy megkaptuk az eredményt. És nem arról van szó, hogy követeljük magunktól azt az eredményt. Meg fogjuk kapni így is, úgy is. Különböző utakon meg lehet kapni az eredményt, az egyik a logikus út, a másik ez. Ugyanazt a választ kapod meg, viszont más úton haladsz, itt csak néhány információval fogsz telítődni, és konkrétan ezt a választ kaptad, és többet nem is tudsz. Ebben az esetben viszont egy atmoszférájával rendelkezel. Annak az információ halmaznak, tehát a válasznak, és ezért, amikor a választ megkapod, akkor tulajdonképpen te rengeteg más választ is megkapsz, csak éppen azt még nem érvényesíted. Más emberként kapod meg. Ez a lényeg. A természetes intelligencia hatványozottan több, mint a logikus úton elérendő mesterséges intelligencia. Mozgáson keresztül fejleszthető, ilyen fejlesztéseket végzünk mondjuk a kozmikus táncban, egyszerű megjelenési módban, a Blackbox Session programokban például, ott már sokkal bonyolultabb folyamatokat is el tudunk indítani, és utána a szemináriumokon szintén a mozgás lesz az alapja annak, hogy fejleszthessük az intelligenciánkat. És ezen belül a természetes intelligenciánkat. Nem kell megijedni, hogy elveszítjük a logikus gondolkodásmódunkat. A természetes intelligencia része a logikus gondolkodás, és ez a legfontosabb. Az, aki csak a logikus gondolkodásban hisz, az a természetes intelligenciának csak egy részében hisz, és azt követi. Ha természetes intelligenciát követed, akkor viszont rendelkezni fogsz a logikus gondolkodással is, és rendelkezni fogsz mindennel mással, ami nincs a logikus gondolkodásban. Ne felejtsd el, a szeretet, a szerelem, a szexualitás, a siker, és egy csomó olyan dolog, amit követsz az életben, az nem logikusan elérendő. Az a természet gondolkodásán keresztül érendő el, és azon keresztül érthető meg.